Szószátyár. Közéleti zenés magazin műsor közel egy órában. Köszöntöm a kedves hallgatókat, önök a Dunakanyar FM 91.1-et hallják. Ez itt a Szószátyár, és hát mai vendégem nem más, mint Kádár Mónika, énekes, műsorvezető, nem is tudom, hogy minek apostrofáljak. Szia, Móni! Köszönöm szépen én is a meghívást, köszönöm neked, Balázs, hogy itt lehettem, na, nagyon sokat hallottam erről a műsorodról. Hogy minek is apostrofálj, hát én azt gondolom, hogy elsősorban műsorvezetőként ismerhet a nagy közönség, de mostanában kb. Egy éve ismét énekesnőként is megismerhettek, illetve visszatért a régi mi voltom, maga az éneklés. Mondhatjuk azt, hogy a mi ismeretségünk már régi keletű, hiszen, hogyha jól emlékszem, 2006-ban vagy 2007-ben egy lemezbemutató háziasszonyaként dolgoztunk együtt, ugye? Igen, akkor ismertelek meg téged, a Mari Zsuzsinak a Sodor a szél című nagy lemezét adtad ki, és ennek kapcsán ugye én voltam a háziasszonya, illetve a sajtósa, akkor ismerkedtünk meg. Hát ez jó régen volt. Nem ma volt. Nem ma volt. Utána találkoztunk egy másik csatornán, ahol műsorvezető, szerkesztő, főszerkesztő voltam, ott is egy párszor összefutottunk. És akkor most egy éve ismét találkoztunk. Picit érjük vissza a kezdetekre. Igen. Te egy vidéki lány vagy, ha jól tudom. Igen, én Egerből származom, ott születtem, ott is ugye érettségiztem, majd későbbiekben ugye hát mint egy vidéki lány vágyott arra, hogy Pesten a nagyvárosban megmutathassa önmagát, és tanultam itt nagyon sok olyan iskolába, művészeti iskolába, párhuzamosan 3 iskolába tanultam színészetet, előadó művészetet, táncdalénekesi szakon végeztem Sík Olga néninél, illetve táncpedagógiát tanultam, modern tánc oktatói diplomám is van. Ezt mind a 3-at egyszerre csináltam, és közben felléptem, egyre többet voltam Pesten, és hát Egerben nem tudtam önmagamat megvalósítani, bár ott is azért. De családodban egyébként volt bármifajta művészi indítatás, vagy te vagy az első fecske? Hát ez egy, igen, ezt a kérdést még senki nem tette föl, mert ugye általában egy művész generáció tovább örökíti önmagát. Hát nálunk nem voltak művészek a családban. Tehát apukámék is polgári foglalkozás, anyukám óvónő, édesapám mérnök ember. Tehát dolgozolgos rendes emberek, hát de nem vágytak van, a színpadra. Így van, nem. Tehát én voltam szerintem az, aki már gyerekkoromban első szavam az volt, hogy Mónika, mi szeretné lenni? Színésznő, és akkor mondták, hogy szülésznő, de nem szülész. Tehát színésznő, és akkor kiabáltam, hogy én színésznő leszek, és az így első szavaim között ez volt, hogy én már elhatároztam akkor, úgy látszik, ezt így tudtam, hogy egy gyermek vagy egyébként? Van testvérem, egy bátyám van, de ő is mérnök ember, meg nagyon sokan orvos a családba, tanár, tehát egész más beállítottságú, mindenki egy diplomás értelmiségi a családban, nem mintha nekem nem lenne diplomám, de hát úgy furcsa volt, hogy én már úgy kitűntem, 14 évesen nyertem egy egri szépségversenyt, és úgy ott kezdődött talán a karrierem a szépségverseny után. Nem mondta apukád anyukát, hogy de azért Mónika kéne valami rendes szakma is? Nem, mert szerintem nekik ez annyira érdekes volt, tudod, hogy elfogadták meg, hogy az, hogy elkezdtem modellkedni, egyre híresebb lettem a városba, egyre több hírnevet szereztem az iskolának, és az olyan boldogsággal töltötte el őket, hogy egy egész más dolgot csinálok, és én azt gondolom, hogy a szüleim mindig támogattak, és mindig hittek bennem. Tehát amikor én nagyon magasra tettem a mércét, akkor is ők azt hitték, és ők tudták, hogy én igen, ezt megvalósítom. És tehát bizonyítottam, hogy igen, ez így is lett. Én azért szülőként azt gondolom, hiszen nekem is van már egy nagy lányom, hogyha ő szépségkirálynőként, modellként indulna, mindig picit félnék, hogy azért ez egy nagyon rövid kis karrier, mert hát sok minden örök, de a szépség a sajnos mulandó, tehát ez pont az a pálya, nem amibe vagy nagyon rövid idő alatt befutsz, vagy hát véget ér. Igen, hát ez érdekes volt, mert ugye azért én mindig próbáltam azért az eszemet is használni, tehát a külső mellett, ami ugye nem, hát nem általános ebben a szakmában, tehát én mellette mindig tanultam, tehát én úgy voltam vele, hogy legyen normális diplomám is, de ez is művészeti diploma. Szerintem nem féltettek, mert csak azt látták, hogy
úristen, mennyi szerződésem van Amerikától kezdve Izlandig, bejártam 30 országot, és csak azt látták, hogy pörgök, jövök, külföld, Magyarország, és akkor utána jön a tévé. Tehát azt gondolom, hogy ehhez egy hozzászoktattam őket, és nem hiszem, hogy polgári foglalkozásra vártak. Menjünk egy kicsiket ezek kronológiába. Jó. Tehát megnyerett 14 éves a szépségverseny. Igen, Eger boldog, szépe. Mónika gyönyörű. De hát azért igen. Az még elég távol van attól, amit utána csináltál. Igen, mert utána elkezdtem táncolni, táncot oktatni, és nagyon sok táncversenyt nyertem. Tehát modern tánc. Milyen stílusban táncolt? Modern táncot? Jazz balett és modern tánc. Az akkoriban ez egy nagyon különleges dolog volt, és nagyon sok országos versenyt nyertem. Párhuzamosan a Szféra modelliskolájába fölvettek, és akkor elkezdtek foglalkoztatni. Nagyon sokat jártam föl Pestre, illetve nagyon sok táncos eseményre, illetve az Egri Színházba is dolgoztam. Elég sok kisebb-nagyobb szerepem volt, tehát így gimnázium mellett én ezzel foglalkoztam, és úgy elfogadták a tanárok, elfogadta mindenki, hogy sőt, még talán kivételeztek is velem, mert ugye tetszett nekik, hogy hírnevet hozok a kis városnak meg. Tehát valójában ott kezdődött minden, azt gondolom. Aztán nyilván, ami azért tovább lendített ebbe a történetbe, hogy jött egy házasság. Egy ismert magyar zenésszel. Igen, 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 igen. Hát ezt nem tudom kihagyni. Figyelj, tudom, hogy nem tudod kihagyni, mert te tudod. De én megmondom őszintén neked, ha nem te ülnél itt, Balázs, és nem ismernél 100 éve, akkor biztos, hogy keres. Fölállás kiszaladni. Nem szoktam róla beszélni, mert hát egyrészt ő se beszél róla, hogy nekem a Kádár Mónika a feleségem, de viszont róla mindenki tudja, hogy én a Kozsónak a volt felesége vagyok, és ez ilyen baromi idegesít, tudod, hogy... De ez is az életem. Életemhez tartozik, hiszen Egerbe kezdődött az is. Tehát az ott kezdődött, hogy megnyertem egy tánc és ének kategóriába, ki mit tudott. Kleopátra zenekarban énekeltem, és ugye eltáncoltam Kleopátra halálát, miközben ugye Zsoltja volt férjem, ő pedig megnyerte az ének kategóriába a versenyt. Tehát onnan kezdődött a szerelem, hogy ki mit tud, 80-as években, és ő megnyerte a saját kategóriájába, meg az éneklésbe. És akkor így belém szeretett, és elhatározta, hogy én leszek a felesége. Én voltam 16, ő 23. Szóval elég korán volt 16 éves koromban ez az egész, amikor, hát végülis onnan kezdődött minden. De hát azt gondolom, hogy azért egyértelmű mindenképp volt, hiszen nagyon szép gyereketek igen, született. Igen, utána nagyon hamar feleségül akart venni. Ő egy nagyon-nagyon szerelmes alkat, és nagyon szerelmes volt belém, megkérte a kezemet Velencébe, térden állva a Szent Márk templomba, elmondta 100-szor, hogy szeretlek. Tartig romantika. Nagy roma, igen. És mellette, hát mit mondjak neked, 19 éves koromban az érettségi után terveztük is a gyereket, meg illetve feleségül is mentem. Tehát én 19 éves koromban férhez mentem. És családanya lettél. És családanya lettem 91-01-01, amikor a Amanda nevű kislányunk, aki most már 28 éves, megszületett. No, innen megyünk tovább, de hiszen, mivel énekesnő vagy, egy dalt mindenképp meghallgatunk tőle. De én szeretném nektek ebbe az esős időbe küldeni a Sláger Tibó Esőt sír a fáradt őszi szél című dalát. Ez igazán idevaló. De hol van már az a tavalyi szél? Merre járhat és miről mesél? Ami jó, ami szép, ami mélyen bennünk él. Csak esőt sír a fáradt őszi szél, amióta tőlem elmentél, nem jön vissza már, soha se talán az a hosszú forró nyár. Csak esőt sír a fáradt őszi szél, közeleg a hűvös hideg tél.
magamat adtam és kaptam, szerelmes voltam, boldog voltam. Azt hittem, sosem lesz vége, a szemek tüzében csak fényt akartam, de hol van már az a tavalyi szél? Merre járhat és miről mesél? Sőt, sír a fáradt őszi szél, amióta tőlem elmentél, nem jön vissza már, soha se talán az a hosszú forró nyár. Csak esőt, sír a fáradt őszi szél, közeleg a hűvös hideg tél, nem jön vissza már, soha se talán, ami egyszer elmúlt már. Csak esőt, sír a fáradt őszi szél, amióta tőlem elmentél, nem jön vissza már, soha se talán az a hosszú forró nyár. Csak esőt, sír a fáradt őszi szél, közeleg a hűvös hideg tél, nem jön vissza már, soha se talán, ami egyszer elmúlt már, nem jön vissza már, soha se talán, ami egyszer elmúlt már. Kádár Mónika énekelt, Kádár Mónika itt ül a stúdióba velem szembe, úgyhogy hát ez remek, ez a sláger Tibó szerzemény. De hát még slágertipóig nem értünk el kronológiába, hiszen ott tartottunk, hogy Egerbe vagy, fiatalasszony lettél, gyermeket született, boldog fiatalasszony és szerelmes. Így van. Hiszen a dal is arról szólt, hogy esőt sír a fáradt őszi szél, hogy nem jön vissza már, ami egyszer elmúlt már. Hát ilyen a szerelem is az ember életébe, hogy nem jön vissza már, viszont megmaradnak a szép emlékek, érzések, és azt hiszem, hogy ezekből táplálkozik utána az ember tovább az életébe. Nagyon kevés az igaz szerelem az életében az emberek. Nekem kettő ilyenbe volt részem, azt hiszem, hogy a nagy ő, és ugye hát ez egyik, hogy a volt férjem volt, de ez is 23 éves koromig tartott, akkor bekövetkezett a válás. Viszonylag fiatalon, de akkor már egy kicsit a média világba becsöppenve. Itt álltál, akkor már Budapesten, hogyha így van. Úgy kerültem Budapestre, hogy a volt férjemék megalapították az Alvajárók zenekart, és én táncosként ugye nagyon sok klipben szerepeltem még annó, és jártam Sík Olga néninek a nagyon híres előadó művészi szakára, ahol olyan osztálytársaim voltak, mint tehát szerintem a szakmának a leghíresebbjei, a Zséda, a Szekeres Adrián, a Jan Zakata, és tehát ők voltak a osztály, a László Bordézsál, és még sorolhatnám, hogy hány ember. Onnan kerültek ki a nagy zenekarok, a Szelavi, az összes olyan zenekar, aki akkor élt és mozgott. Közben a volt férjemnek ott voltak a zenekarjai, és hát én akkor már felkerültem Pestre, közben jártam fellépni, modellkedtem, és egyre többet azt vettem észre, hogy ide köt az életem Pesthez, és amikor én elváltam, akkor végeredményben már félig meddig itt voltam. Tehát már pesti lettem azáltal, hogy itt voltak a tanulmányaim. Színészetet is tanultam mellette, nagyon sok színházba játszottam főszerepeket, Leonard Cohen darabokban akkor. Ott még mindig egy ilyen pályakereső időszakodban volt, nem? Hiszen hát, utána indult el a televíziós műsorvezetés? Nem, hát utána az volt, hogy nekem ez a válásom, ez úgy kicsit keresztbe törte az itteni életemet, mert hogy akkor azért válaszút elé kellett, hogy állított az élet, hiszen a lányom ott maradt Tegerben, ugye a szüleim azok, akik folyamatosan iskolába vitték, akkor ő még csak 4 éves volt, és én pedig kimentem külföldre, fél évet, vagy pontosabban 3 hónapot, bocsánat, énekeltem kint a Cotton Club-ba, Lorient-ba, az pedig Franciaországban van. Tehát végülis egy külföldi karrier kezdődött a válás után, hát nekem nagyon sok szerződésem volt. Tehát hívtak modellként, táncos modellként, divatsókat csináltunk, akkor énekeltem, és tehát annyi olyan sokrétű munkám volt, például Izlandon egy krimiben játszottam. Ott színésznőként angolul beszéltem, ott például egy kriminek voltam a
epizód szereplője, akkor Amerikában is egy nagyon-nagyon jó helyen dolgoztam, azt gondolom, hogy 30 országot úgy jártam, hogy a munkámhoz kötődött, közben járkáltam haza, és volt egy nagy szerződésem Los Angelesbe, oda modellkedni hívtak volna, április 4-én lett volna ez a munkám, és akkor történt velem egy ilyen egészségügyi nagyon nagy műtétem, és ez valahogy ide kötött Magyarországhoz, ami azt jelenti, hogy onnantól kezdve már vége volt ennek a külföldi karriernek, és műtétem után 2-3 hónapra megkérdezte az egyik együttes, ahol szintén énekeltem az erotikus technológiába, annak a vezetője. Hát bevallom őszintén, őket nem ismerem. Őket nem, igen, ez egy nagyon-nagyon jó kis zenekar volt annó időbe, és megkérdezte, hogy mit szeretnék csinálni. Hát mondom, most vagy visszamegyek Amerikába, és akkor kint fogok élni, kiviszem a lányomat, és akkor tényleg olyan sok lehetőségem van, hogy azt gondolom, hogy mint anyagilag minden, hogy nem fogok Magyarországon élni. Vagy azt mondja, mit szólsz hozzá, hogyha most indul egy csatorna, magyarországi országos csatorna, és annak leszel a műsorvezetője. Mondom, műsorvezető? Hát mondom, az nem rosszul hangzik, hát nem áll messze a színészettől, de hát mondom, próbáljuk ki. Másnak bementem, próbafelvételre, és egyszer csak ott találtam magam 99-ben, hogy ott ülök a kamerák előtt, és elkezdtem egész napos műsorokat vezetni, mert akkor egész nap az ember a televízióba ült, és levezette a lapszemlét, a híradót, jöttek a különféle riportok, és este 12-ig én a tévébe ültem éveken keresztül. De az egy olyan világ volt, amit te ott megtaláltál akkor magadnak a szeretetben. Én azt gondoltam, hogy akkor, hogy végülis én hogy a kamerák elé születtem, és azt gondoltam, hogy akkor már megtaláltam a saját utamat, és miután a kamera az olyan sokrétű, tehát, hogy a színészettől kezdve a műsorvezetésig, az ének, a tánc, tehát végre mind ki tud teljesedni egy művész ott. Én azt gondolom, hogy ott találtam meg igazán önmagam, és ez eltartott. És azóta is ott vagy. Hát azóta is ott vagyok, több csatornán voltam, több országos csatornának voltam a műsorvezetője, illetve valamelyiknek a főszerkesztője, hát valamelyik csatornánál 5 műsorom volt, saját önálló műsorom. Azért ez egy komoly dolog volt, komoly nagy feladat. Volt zenei műsorom, volt éveken keresztül a Ceyzel professzorral a Babaváró műsorom, ez egy nagyon híres sorozat volt. Akkor voltak a Csevegők, a Rokonsó, a Fergeteges Só Mónikával, és még sorolhatnám, hogy hány önálló műsorom volt több csatornám. Sok mindent kipróbáltál. Mielőtt folytatjuk, viszont el kell mennünk. Persze zenélni fogsz először nekünk, aztán egy kis hírek, reklám, mi egymás, és újra itt a stúdióba. Nem tudlak elfeledni téged, nem tudnék haragudni rád. Bolond kis tréfát űz az élet, miért kell még mindig várni rád? Ha egyszer elhagynád a szíved, s én újra megtalálhatnám. Boldogság hidd el, nem ígéret, mindenben számíthatsz rám. Hidd el, most úgy kell lesz nekem, mint forró szerelem. Nyújtsd hát felém a kezed. Szeretnék találkozni véled, ha újra visszatér a nyár. Még egyszer átölelni téged, még egyszer megcsókol a szád. Nem tudlak elfeledni téged, nem tudnék haragudni rád. Bolond kis tréfát űz az élet, miért kell még mindig várni rád? Hidd el, most úgy kell lesz nekem, úgy kell lesz nekem, mint forró szerelem. Forró szerelem. Nyújts hát felém a kezed. Thank you.
haragudni rád. Bolond kis tréfát tűz az élet, miért kell még mindig várni rád? Ha egyszer elhagynád a szíved, s én újra megtalálhatnám. Boldogság hidd el, nem ígéret, mindenben számíthatsz rám. Hidd el, most úgy kell lesz nekem, úgy kell lesz nekem, mint forró szerelem. Forró szerelem, nyújtsd hát felém a kezed. Szeretnék találkozni véled, ha újra visszatér a nyár. Még egyszer átölelni téged, még egyszer megcsókolni a szád. Nem tudlak elfeledni téged, nem tudnék haragudni rád. Bolond kis tréfát hűz az élet, miért kell még mindig várni rád? Ó, várni rád! Nem tudlak elfeledni, énekelte nekünk Ádár Mónika néhány perccel ezelőtt. Bár az előző részben a televíziózásról, a műsorvezetésről, és láttam az arcon, hogy az éneked, ez egy nagyon-nagyon nagy szívegyed, ahogy ezekről beszéltél, de hát ahogy a dologból hallom, te énekesnőként is remekül megállod a helyedet. Ma már inkább mondhatjuk azt, hogy a műsorvezetés egy kicsit háttérbe szorult, és mint énekesnő, vagy jegyezve a közéletbe? Én azt gondolom, hogy az emberek emlékeznek rám még a műsorokból. Nagyon sok önálló műsorom által emlékeznek rám. Főleg, hogy mondjuk nagyjából 30 éve ugyanúgy nézek ki, tehát ez igaz, köszönöm ez szépen. Igen, ez egy nagy szerencse. Igen, igen, igen. És akkor ilyenkor szokták mondani, hogy tényleg, és négyszer nyertél szépség királynő választást, mondom, köszönöm, négyszer nyertem, de mégis én a nívódíjamra vagyok a legbüszkébb, a televíziós nívódíjamra, hiszen a saját műsoraim által kaptam, azt pont egy Széchy Pál estre kaptam meg, amit csináltam, a Széchy Pál életét dolgoztam föl, illetve a előadókkal egy nagyon szép műsort csináltam, de igen, tehát visszatérve, hogy minek érzem magam, én azt gondolom, amit a lehetőség hoz. Nekem én benne van az énekesnő, de abba hagytam évekig ezt a pályát. Pedig tényleg azt mondták, hogy csináljam, sőt, még azon a bizonyos csatornán nagyon sok videóklipet is csináltunk, tehát az én visszatért az éneklés az életembe, de aztán a műsorvezetés miatt háttérbe szorult. És most azt gondolom, hogy ennek ismét ki kell jönnie belőlem, hiszen énekesnőből is vagyok, mint amellett, hogy műsorvezető is vagyok, és nekem ez egy szerelem. Tehát azt gondolom, hogy a szerelem az azt jelenti, hogy be kell, hogy teljesüljön, és a beteljesülés az pedig majd egy lemezben szeretném, hogy legyen, mert ugye aznak a megkoronázása, azt gondolom. Viszont ez nekem azért mégiscsak egy kettősség, hiszen mondjuk egy produkcióba meghívnak, hol állnál szívesebben illetve nem hol, mert mindenhogy a mikrofon mögött állsz, hanem inkább aki a produkciókat összeköti és levezeti és kommunikál a közönséggel, vagy pedig, mint énekesnek, aki a produkciót nyújtja. Tehát azért ott mindig benne van az emberben, nem az, hogy inkább ezt csinál, vagy inkább azt. Nem. Én például, amikor meghívtak műsor vezetni a Muzsika TV-nek egy műsorába, akkor hát azt gondolom, hogy volt egy olyan feladatom is, hogy levezessem az egész műsort, és énekeljek. Én mind a kettőt nagyon szerettem. Tehát akartam énekelni, amikor az énekesek énekeltek, de nagyon jó érzés volt, hogy műsorvezetőként, háziasszonyként pedig az egészet végig tudom úgy csinálni, hogy ahogy azt kell. Tehát azt gondolom, hogy mind a kettő egyszerre van bennem jelen, és mind a kettő ki akar jönni. Ha csak énekesnő vagyok, akkor az kicsit kevés, ha viszont csak műsorvezető, az is. Tehát mind a kettőt szeretném. De mellett szívesen szerkesztesz is. Hát igen, és a szerkesztés viszont az a szerintem egy nagyon nagy feladat. Most is például Székesfehérváron egy nagyon nagy műsort szerkesztettem, vezettem, és énekeltem. Tehát műsort vezettem, szerkesztettem, sőt, még a producere is voltam, és azt gondolom, hogy a legnagyobb feladat a producerség, amikor eladni egy műsort, vagy a szponzoroknak ugye sikerül megtalálni a szponzorokat, és összehozni egy produkciót. Most is van egy amerikai-magyar csatorna,
ahol szerkesztő, műsorvezető és társproducerként vagyok jelen. Hát ez a szerintem a legnehezebb feladat. Multifunkció. Igen, de igen, mert hogy itt arról van szó, hogy ugye megtalálni az aktuális, illetve azokat a szponzorokat, akik szeretnék a műsort, hogyha lereklámoznánk, illetve csinálnánk egy bemutatkozó filmet róluk. Ezt ugye megszerkeszteni, már ez egy könnyebb feladat, és ugye átlevezetni, az még könnyebb. Tehát voltak olyan időszakaim, amikor a saját műsoraimat egy csatornán, egy orvosi műsort rendeztem is. Tehát mind a mellett, hogy a kamera mellett ültem, szerkesztettem, rendeztem, illetve a televíziók között ugye a gyártási részét mindent lerendeztem. Tehát ez egy ilyen komplett feladat, de azt gondolom, hogy számomra ez a igazi munka, ez az igazi kihívás. Tehát amikor meghívtok egy műsorba, és mondjuk eléneklek 2 vagy 3 dalt, ez nekem ez annyira ilyen kis lazító, tehát nagyon jól esik, tudod, de régen pont azt csináltam, hogy le kellett vezetnem az egészet, egy 6 órás televíziós élő felvétel. Az azért komoly. Komoly, mert nem azt mondom, hogy nem volt rá ember, de én azt gondolom, hogy a saját gyerekeimet szerettem én gondozni. És minden egyes műsor a saját gyermekem volt. Tehát az, hogy kiket hívok meg, hogyan állítom össze, hogyan szeretném a hátteret, a műsorát. Tehát én azt gondolom, hogy az egész az én gyermekemnek tudom nevezni minden egyes produkciómat. Mennyire nehéz boldogulni ebbe a mai média világban, mondjuk egy 20 évvel ezelőtti állapothoz képest, hogy érzed? Hatalmas nagy a piac. Tehát azt látom, hogy ugye nagyon sok a zenei csatorna, rengeteg előadó van, sokkal több mindenki tud most már énekelni, mint ugye régebben. Régebben szelektálva volt. Mondok egy példát. Amikor minket felvettek ebbe a nagy nevű énekesi iskolába, Sík Olga nénihez, úgy vettek föl, hogy azt mondták, hogy azokat veszik föl, akikből sztárok lesznek. Csak azokat vették föl. Tehát tudták, hogy te. Engem kitaláltak egy ilyen énekes táncos szerepre, te nagyon jó leszel ebbe, és fölvettek, mert láttak bennem hosszú távon fantáziát, mert hogy színpadon, illetve képernyőn tudok lenni. Most azt gondolom, hogy mondhatni bárki énekelhet, tehát sokkal nagyobb a lehetőség arra. Régebben egy modelliskolába is nehezebb volt bekerülni, vagy egy színházba, tehát azt gondolom, hogy emiatt nagyon nagy a piac. Nehezebb érvényesülni, nagyon sok előadó van, nagyon sok zenei műsor van, de azt gondolom, hogy ha valami jó, akkor az ki fog tűnni, és szerintem megtalálja a helyét. Így igaz. Mostanában egy elég jó szerzővel dolgozol, Sláger Tibóval. Igen, igen, igen. Akinek az előbb is hallhattátok a szerzeményét, a Nem tudlak elfeledni című dalt. Hát ez is egy... Én imádom ezt a dalt, és azt gondolom, hogy nekem is nagyon jól áll. Hát a Tibóval úgy találkoztam, hogy vele is szeretnénk egy közös műsort majd a jövőben, és erre szerettem volna magamnak egy partnert, illetve mondtam neki, hogy mit szólsz hozzá, ha lenne egy műsorunk. És neki ez nagyon tetszett, és elkezdte küldeni nekem a dalokat, hogy te pedig mit szólnál hozzá, hogyha dalaimat énekelnéd. És akkor így beleszerettem a stílusába. Azt tetszik a dalaiba, hogy értékőrző, nagyon tetszik, hogy van dallamvilága, énekelhető, mindenkinek eljut a szívéhez, tehát bármilyen réteg szereti a dalait, énekli, hiszen tudom, amikor elmegyek fellépni, a 4 éves kislánytól kezdve a öreg nénég éneklik a dalait, és slágereket ír. Tehát ez egy olyan ritka jó dolog, hogy bármit énekelek, azt veszem észre, hogy így tátogják és éneklik az emberek, és ez nem biztos, hogy csak Kádár Mónikának szól, sőt, azt gondolom, itt a dalnak szól, amikor... Hát egyébként azt gondolom, hogy a dal az azért egy nagyon fontos nagyon, része, hogy sikeres van, legyen az előadó, mert van, egy rossz dal a legjobb énekes se tud sehova jutni. Így van, és annyira jól esik, és mindig megköszönöm minden egyes fellépés után. Most hétvégén sportcsarnokba énekeltem ezeket a dalokat, 2000 ember előtt, 2000 ember előtt, és olyan jó érzés volt, tudod, hogy hallottam, hogy éneklik és szeretik, és mondtam a Tibónak, hogy az köszi szépen, mert ez nekem is a sikeremhez ez egy óriási nagy segítség. És én az ő dalait éneklem, én mondtam is, hogy én kitartok melletted, én csak a te dalaidat szeretném énekelni. Nekem ez nagyon jól áll, úgy gondolom. Hát én azt gondolom, hogy egyébként ez egy jó irány, én hallottalak, láttalak többször, tehát illenek hozzád ezek a dalok, és hát előbb-utóbb csak elkészül az a lemez is, amire itt vágysz.
Én azt gondolom, dalról megint sokat beszéltünk, daloljunk is egy kicsit, de pontosabban daloljál te nekünk valamit. Tibóval, hogyha megengeditek, akkor elénekeljük közösen, hiszen közösen is szoktunk duetteket énekelni, a Te leszel a hajó című közös duettünket. Mert mi mást? Rajta hát. Már ránk egy álomvilág vár. Bontsunk vitorlát, aztán király az óceán. Én leszek a holnapod, hogyha te is úgy akarod. Kételkedni bennem nincs okod. Te leszel a hajó, én a sziget. Szerelem a tengerspartra vet. Hagyjuk hullni-mulni a könnyebb könnyeket. Te leszel a vonat, a indulás. Én leszek a végállomás. Nekem nem kell senki más. Újra itt a nyár, melegít a napsugár. Vár ránk még annyi minden, hív a boldogság. Én leszek a holnapod, hogyha te is úgy akarod. Kételkedni bennem nincs okod. Te leszel a hajó, én a sziget. Szerelem a tengerspartra vet. Hagyjuk hullni-molni a könnyebb könnyeket. Te leszel a vonat, a indulás. Én leszek a végállomás. Nekem nem kell senki más. Én leszek a holnapod, hogyha te is úgy akarod. Kételkedni bennem nincs okod. Te leszel a hajó, én a sziget. Szerelem a tengerspartra vet. Hagyjuk hullni-molni a könnyebb könnyeket. Te leszel a vonat, a indulás. Én leszek a végállomás. Nekem nem kell senki más. Te leszel a hajó, én a sziget. Szerelem a tengerspartra vet. Hagyjuk hullni-molni a könnyebb könnyeket. Leszel a vonat, a indulás. Én leszek a végállomás. Nekem nem kell senki más. Te leszel a hajó, én a sziget. Szerelem a tengerspartra vet. Hagyjuk hullni-molni a könnyebb könnyeket. Te leszel a vonat, a indulás. Én leszek a végállomás. Nekem nem kell senki más. Ó, te leszel a hajó, én a sziget. Szerelem a tengerspartra vet. Hagyjuk hullni-molni a könnyebb könnyeket. Te leszel a vonat, a indulás. Én leszek a végállomás. Nekem nem kell senki más. A dal után visszatértünk, hát Sláger Tibó megint remeket alkotott, de hát azt gondolom, hogy az előadásban Kádár Móninak neked is nagy részed volt, hiszen ez így együtt, így szól szépen. Műsorok utolsó blokkjánál tartunk, hogy egy kicsikét előre szaladok, illetve a jelenbe kell, hogy keveredjünk, hiszen mondhatom azt, hogy mostanában azért elég közel kerültél a cirkusz világához is, több szempontból is. Az biztos. Látod, erről nem álmodtam kiskoromban, hogy én a cirkuszba fog dolgozni. Érdekes módon annyira nem varázsolt el ez a világ engem, hogy azt szerettem volna lenni. De mégis az történt, hogy 14 évvel ezelőtt, amikor a Richter családról forgattam egy filmet, akkor
megismerkedtem a jelenlegi, a második férjemmel. Újra jött a szerelem. És nem is egy nagyon érdekes dolog volt, ez viszont egy párhuzam a Kozsó és ő közötte, mert ő is kijelentette, hogy te leszel a feleségem, és ő is az interjú után megkérdeztem tőle, hogy és mik a jövőbeli terveid, akkor találkoztam vele először, és ő közölte velem, hogy téged feleségül venni, és egy életen át boldoggá tenni. És akkor én mondtam, hogy oké, most ezt vágjátok ki, mert ez azért bátor ez az artista fiú, azért így beszólni nekem. Aztán nagyon érdekes, hogy eltelt fél év, udvarolgatott, megismertem a cirkusz, többször rehívott ugye a Richter cirkuszba, a családjához, hát neki az egész dinasztiája. Tehát a felmenő 1800-as évektől kezdve mindenki cirkuszos, tehát abszolút. És így egyre többet lejárkáltam, közben csináltam a tévés műsoraimat, mármint hogy vidékre, azért mondom, hogy lejárkálni, mert ugye minden héten más városba mentek, mint vándor cirkusz. És akkor egyszer csak az történt, hogy 5 év után, ugye én is ott találtam magam, hogy feleségül mentem, ugye de mondhatni a cirkuszhoz, mert azt azért nem vettem figyelembe, hogy ha én most feleségül is megyek a Dánielhez, akkor ez egyértelműleg, én a cirkuszhoz is kötődni fogok, mert ugye kettőt nem lehet külön választani. Tehát nekem helyt kellett állnom a cirkuszi világba is, és én 10 évig nagyon profi módon helyt álltam, hiszen műsorokat vezettem, konferáltam, de mondjuk a nagy cirkuszba is konferáltam, itt is sokáig dolgoztam a fővárosi nagy cirkuszba, külföldre konferáltam, németül, románul, angolul, tehát épp az aktuális országban, illetve volt 2 saját számom, képzeld el a quick change, ami azt jelenti, hogy 7 perc alatt 7 ruhába öltözök át, nekem ez baromi jól állt szintén ez a szám, nagyon szerettem csinálni, és volt egy másik komikus szám, és ezt csináltam éveken keresztül, szerintem ott is sikerem volt, közben megszületett a kisfiunk, Antonio, és ő most 9 éves lesz. A poén az az egész dologban, hogy január 1-én született, már említettem, hogy a lányom is. Egy napoddal? Ez komolyan 20 év korkülönbséggel. Tehát, ja, és várjál, órára, percre pontosan. Tehát az Antonio is január 1, 10 óra 1 perc, és a Mendike is, a nagylányom, tehát ő is január 1-én született, 10 óra 1 perckor, igen. Ez csak a Zeiser professzor mondta, hogy így lesz, én nem hittem neki, mondom, hogy nem tudom, miből gondolja, hogy egy napon szülök 20 év után. Nem tudom. Ő például kihozta nekem, amikor nézegettét a genetika, meg mindenféle felmenők, meg ilyesmi, hogy január 1-én fog születni, mondom, bocsánat, professzor, a lányom akkor született. Hát nem baj, akkor ő is akkor fog, mondom, tényleg. És ez így is lett. Szóval én szilveszterkor szülni szoktam. Szoktam volt egy, mondani. Ez is egy fontos fellépés, igen. Tehát visszatérve a cirkuszi dinasztiára, hát becsöppentem a cirkuszi világba, tudjuk, hogy a Richter família, világhíres família most is ugye nagyon sok olyan díjjal rendelkezik a család, ami világelső, és... Hát megmondom őszintén, nagyon őszinte leszek, hogy ez a szerelem nekem már 10 évig tartott. Nekem jött most az életembe a tévé, a műsorvezetés, illetve az éneklés, és én ott hagytam a cirkuszt, tehát úgy értve, hogy nem a férjemet, hanem magát a cirkuszt, tehát én nem utazok velük. Találkozunk nyáron, ha tudok, akkor ott vagyok. Ez egészségesebb is így, nem? Tehát ez ez nálam saját tapasztalati rész, hogy én korábbi pár éveimmel dolgoztam ilyen folyamatosan, igen, együtt, na annak mindig válása. Hát figyelj, nagyon érdekes ez a dolog, mert a cirkuszi dinasztiában normális, hogyha egy nő folyamatosan télen-nyáron folyamatosan együtt van a családjával. Ők engem ferdeszemmel néztek, hogy hát na mi van, Mónika, most akkor most el fog válni, hogy most nem megy a cirkuszra, és nem értik meg, hogy nem, csak én a saját utamat akarom élni, mert van a férjemnek is egy útja, az artista világ, ő abban nagyon sikeres, nagyon jó, nekem is van egy utam, amiben szintén sikeres vagyok, és én azt szeretném élni, és azt gondolom, hogyha egy ember a párjának az életét akarja élni, hogy megfeleljen neki, illetve a családjának, önmagát. Ezáltal boldogtalan lesz, ezáltal kisugárzik a házasságra, és egy idő után azért fog elválni, mert nem önmagát éli. Tehát én azt gondolom, hogy és itt attól, hogy én most saját utamra kerültem ismét, boldog vagyok, teljes vagyok, és rettentően kreatív, tehát most tudom igazán önmagamat kiélni. És gondolom, hogyha ez nem így lenne, és vissza kellene mennem a cirkuszi világba, ahol én már nem önmagam voltam, hanem másik embernek a úgy szólván a
másik embernek akartam megfelelni azáltal, hogy a család együtt legyen, nem tett jót. Tehát szerintem a legjobb döntésem az volt, hogy saját utaimat járom. Merre visznek a terveid? Nyilván a zenei tervek azok a lemez igen, irányába, igen. És akkor említetted, hogy hát műsorban is gondolkodtok Tibóval közösen. Tehát most igen. Már ez a zenei közeg akkor, ami marad a főcsapás. Így van. Nagyon hiszünk mind a ketten a Tibóban abban, és mind a ketten már megálmodtuk sokszor, hogy milyen lesz a közös műsorunk. Ő is nagyon-nagyon szeretné, én is nagyon szeretném. Azt gondolom, hogy nagyon hasonló a zenei világunk, ízlésvilágunk, tehát azt gondolom, hogy nagyon szép műsort tudnánk együtt csinálni. Ahol műsorvezetőként vagyok, illetve majd amikor oda kerül a sor, akkor a lemezem is megjelenik. Én azt gondolom, hogy ez a műsorvezetés, éneklés, minél több buli legyen, azt kívánom, azt szeretném, minél több fellépés, illetve ez az amerikai magyar csatornán is a műsorokat szeretném továbbra is gyártani, de eljutni az emberekhez, minél többen megismerjenek, vagy újból megismerjenek, és miután, ahogy mondod, hogy nem sokat változtam, hál' Istennek, csak a hajam színe maximum. Nem, akkor is szőke voltál egyébként. Akkor is szőke, igen. Sőt, én múltkor nevetni fogsz, pont találtam egy fotót arról a sajtótájékoztatóról, és komolyan mondom, én sajnos nagyon sokat változtam, nem előnyömre, de nem. Nem, megmutatod majd nekem ezt a fotót. Most képzeld a legnagyobb döbbenet, most ezt el kell, hogy mondjam, mert szerintem ez a tegnap az igazgatónőt és a gyerekem iskolájában ledöbbentette, ugyanis tegnap mentem az óvisuliba az unokámmal. Na, mert ez egy nagy titok. Ez egy nagy titok, és képzeld, hogy vittem, a gyerek az karatedzésem volt, ő most harmadikos, most vizsgázott tegnap milyen övre, narancssárga övre, és közben pedig fogtam a kezét, és bemutattam az igazgató néninek, hogy ő az Antóniónak a kis húga, mert úgy nevezik egymást, mert hogy úgy nőnek föl, mint a testvérek, nagyon szeretik egymást, főleg a kislánya Mia, nagyon oda van a nagybátyjáé, de ő neki a testvére, tehát ő neki. Hát nyilván korba közelem. Igen, és úgy is szereti, mint a testvérét, a bátyját, imádja. És hány éves a kisunokád? A kisunokám, ő 6 éves elmúlt, tehát ami azt jelenti, hogy most már iskola érett, és jövőre megy abba az iskolába, ahova a fiam jár, egy művészeti iskolába, ő is nagyon tehetséges, a kislány is, és egy hát ez nagyon megdöbbentett mindenkit. Amikor azt hiszik, nagyon hogy... fiatalos Nagyi vagy. Igen, mert ugye azt gondolják rólam, hogy mind a kettő az én gyerekem, tehát a kicsi, meg az Antónió is. A lányomat viszont soha nem nézték a lányomnak, mert ő viszont mindig azt gondolták, hogy van barátnőm, vagy húgom, meg nem is hasonlít rám, tudod, és ez ilyen nagyon furcsa dolog volt, és mindig ezzel szoktunk szórakozni, hogy na, ugye mama, miért mondja az anyjának, hogy mama? A fia meg azt mondja, anya, és akkor néznek a játszótéren, hogy most hogy is van ez. Szóval ez egy pozitív dolog, de én nagyon boldog vagyok, hogy ilyen teljes család életet élhetek, illetve már mindenem van. Tehát. Egyébként ez tényleg ugye a kerek. Igen. Mónika, eljött a búcsú ideje, mert ugye elszaladt az adásidő. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hát természetesen egy dallal búcsúzunk ma is a hallgatóktól. Mivel is? Én is nagyon szépen köszönöm, Balázs, hogy itt lehettem, és hogy meghívtál a műsorodba. Hát miután karácsony közeledik, így hát, hogy egy nagyon szép karácsonyi, és Sláger Tibúnak egy nagyon szép karácsonyi dalával szeretnék búcsúzni, melynek a címe Add a szíved. Ezzel kívánok mindenkinek én is kellemes karácsonyi ünnepeket. Köszönjük szépen, és hát viszont kívánjuk természetesen. Ablakom alatt elsuhantak az ünnepek. Most kint hull a hó, bent tüzes a kandalló, de ha nem válaszolsz, nem tudom már, mit tegyek. Rád gondolok álmaimban minden éjszakán, ébredek és képzelem, hogy visszajöttél már. Ma éjjel ott a szívedet, ma éjjel táncolok veled, remélem annyi kérhetek, legyél. Ma éjjel hozzád indulok, ma olyan izgatott vagyok. A műsort hozzád hangolom, lényeg, hogy szeress, és szeretlek nagyon.
ablakom alatt elsuhantak az ünnepek. Most kint hull a hó, bent tüzes a kandalló, de ha nem válaszolsz, nem tudom már, mit tegyek. Rád gondolok álmaimban minden éjszakán, ébredek és képzelem, Szószátyár című műsorunkat hallották.